remélem és abban bízom, hogy nem változnak ezek a hagyományok, tehát mindenképpen össze tudunk jönni karácsonykor, egy kicsit együtt tudunk lenni. Azok a kialakult szerepek megmaradnak, akármennyire öregszünk és akármennyire nőnek is a gyerekek. A fenyődíszítés, a karácsonyi vacsora elkészítése, egy kicsit leülni, beszélgetni, nem csak a rohanó hétköznapok világában, hanem valóban egy kicsit az ünnep emelkedett hangulatában teljesen mást jelent, és hát bízom abban, hogy ebben az évben is összejön, és a hagyományos módon megállva, de együtt töltve tudjuk családi körben a karácsonyt is ünnepelni. Ilyenkor, ahogy polgármester úr mondta, a fiúkra, hogyan ön fogalmazott, vár például a fenyő állítás, fenyő kiválasztásának a feladata és a család hölgtagjaira a díszítés adott esetben? Igen, hát nyilván ugye közösen faragtuk a fenyőt annak idején a talba, ehhez azért azt gondolom, hogy ragaszkodunk, bár szerintem most már önállóan is meg tudják oldani azt, de az előző években is mindig így történt. Szerintem idén is így fog történni. Nyilván utána a vacsorának az elkészítése, vagy annak az előkészítése, mondjuk a pontnak a megtisztítása is egyfajta férfi feladat, ebben is nagyon sokat segítenek. A fiúk többnyire önállóan szokták már most ezt azért megoldani, de magának a vacsorának az elkészítése is közösen történik, mint ahogy a díszítés is, hiszen azért főzés közben is bele lehet szólni abba, hogy az a gömb az egy kicsit balra vagy jobbra kerüljön, de én azt gondolom, hogy mindenhol, minden háztartásban így van ez. Nyilván megvannak a különböző szerepek, ki készíti a vacsorát, ki díszíti a fenyőt, de mégis együtt is közösen tudjuk mindezt megvalósítani. Van-nek olyan menü vagy olyan édesség, ami mindenféleképpen az asztalra kerül vacsorakor? Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan mindenhol vannak kötelező elemek, meg vannak ezek nálunk is, a halászlé, a diós beigli, és a különböző ilyen mézes kalács, ez szerintem minden asztalon ott van, minden karácsonyfánál. De azt látom az utóbbi években, hogy egy kicsit átalakult, tehát mégis a reform konyha is belépett úgymond a karácsonyi menü közé, és hát mindig próbálkozunk azért különböző ízekkel. Szerintem ebben az évben is így lesz. Polgármester úr, köszönöm szépen, és kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek.